Minden jól ment a két napon, míg oda jártam? Mi történt itthon? És hogy vannak általában? Tegnap előtt az úrnőt nagy láz verte le, s egész különösen fájt estig a feje. És Tartüff? Tartüff? Ó, nincs semmi baja, megvan. Csak hízik és dagad, az arca majd kicsattan. Szegény. Asszonyomat elfogta a csömör, és este nem tudott kóstolni semmiből, mert fejfájása még akkor is úgy gyötörte. És Tartüff? Közben ott vacsorázott előtte, volt vagdat, ürücomba, melyből egy felecs, még ájtatosan két foglyot megevett. Szegény. A közepébe vágtunk. Az első felvonás negyedik jelenetében a hazatérő orgon a házura így érdeklődik Dorintól, a komornától. Elmira a felesége, aki betegeskedett, kevéssé érdekli. Annál inkább Tartüff, a házába fogadott ájtatoskodó álszent. A komikum forrása ebben a párbeszédben a gépies ismétlés. És Tartüff? Kérdezi mindig orgon, és bármi is hangzik el, azt mondja, szegény. Az olyan ismétlődés, amely az embert bábuként, lélektelen géphez hasonló szerkezetként teszi nevetségessé, amikor valaki mereven, gépiesen reagál, nem tud rugalmasan alkalmazkodni az éppen adott helyzethez, hanem ragaszkodik előzetesen kialakított nyelvi magatartási mintájához. Itt például hiába hallja állandóan azt orgon, hogy a felesége rosszul volt, Tartüff pedig nagyszerűen, folyton azt mondja, szegény, mármint Tartüffre. Molière 14. Lajos korában és gyakran udvarában alkotott. Uralkodója maga is rendező volt. A maga, állama és udvara dicsőítésére hatalmas ünnepségeket rendezett, amelyekben magára hol a minden dolgokra fényt, életet sugárzó napisten, hol a római imperátor szerepét osztotta szerényen. Molière színháza is részben ezeknek az ünnepségeknek, ennek az udvarnak volt a része. Persze nem kizárólagosan, mert az író, színész, rendező, színházcsináló más színházakban több előadáson vett részt, mint az udvarban. Lajos abszolutizmusa a kényes egyensúlyra épült. A király abszolút hatalmat tartotta féken egyrészt az arisztokráciát, másrészt a feltörekvő, a király napsütésében gazdagodó polgárságot, harmadrészt a nemességgel összefogó egyházat. Ez az egyensúlyozó rend, a végtelenségig szabályozott, etikettet követő udvari élet kedvezett a szerkezetében szimmetriát, szabálykövetést kedvelő, emberképében a mértéktartást eszményítő, a szélsőségeket elvető klasszicista drámának. Nem véletlenül ez a kor a francia klasszicista dráma virágkora, Racine és Molière kora. A Tartüff is követi a klasszicista dráma konvencióit, betartja a hármas egység, a hely, az idő és a cselekmény egységének szabályát. Kipellengérezi a túlzó és álszent vallásosságot, illetve a mániává vált hiszékenységet. Két szélsőséges magatartást. Másrészt a király közvetlenül is jelen van a darab megoldásában. Ő hozza el a váratlan happy endet, aféle Rex ex machinát, a Deus ex machina mintájára. Az említett szélsőségekre építve érvényesül a darabban a jellemkomikum. Orgon hiszékenységének és Tartüff szenteskedésének a túlzó elrajzolása. A Tartüff korabeli fogadtatás története valóságos botránykrónika. Három felvonásos változatát a Versailles királyi palotában rendezett 1664-es nagy sikerű bemutatása után azonnal betiltották. Később az udvarhoz közel álló arisztokraták versengtek, hogy Molière felolvassa, illetve házi előadásokat rendezzen belőle. A darabot az egyház tiltatta be a királlyal, mivel egyház ellenes támadást látott benne. Molière hiába tiltakozott, hogy darabja az álszentséget, a képmutatást és nem a vallásosságot figurázza ki. A király nagy játszmái keretében végül 1669-ben nyilvános városi színpadon is bemutatták. Ezzel véget ért a Tartüff háború. A darab zseniális nyitó jelenete exponálja a szituációt. Nem párbeszédből tudjuk meg az eseményeket, mint például az Antigone prológusában, hanem egy izgalmas és pergő, veszekedési tömegjelenetből, Csetepatéból. Pernell asszony, Orgon anyja néhány nap vendégeskedés után éppen felpaprikázva búcsúzik. Mindenkit kioszt. Éles nyelvével keményen minősít. Orgon lányát, Mariant, ennek komornáját, Dorint, az udvarlóját, Valért, fiát, Damit, feleségét, Elmirát. Így egyrészt mindenkit bemutat nekünk, másrészt világossá válik, hogy Tartüffel mindenkinek baja van Orgon házában, nem érti a családfő rajongását, illetve személyiségének megváltozását. Pernell asszony viszont feltétlen híve az álszentnek. Az expozícióban körvonalazódik a dráma konfliktus rendszere. Mindenki szemben áll Orgonnal,
mert ő Tartuffe befolyása alatt áll. A bal oldalon, az ábrán, láthatjuk Cleanne, Elmira és Dorin figuráját. Ők, akik tudatosan állnak szembe Orgonnal, megpróbálnak vele valamiképpen küzdeni, vitatkozni. Az ábra jobb oldalán látható Marianne, Valér és Dami, a legutóbbi Orgon fia az előző házasságból, nem aktívan, hanem csak érdekeit tekintve áll szembe Orgonnal és Tartuffel. A drámai tettváltás sorozat elindítója, a bonyodalom az, hogy Orgon Marianne-t, a lányát, Valér helyett Tartuffhoz akarja adni. Az átrendeződést a negyedik felvonás 5.-7. jelenete hozza meg, melyben Tartuffe Orgon előtt lelepleződik. Ez a darab komikus tetőpontja, a híres asztal alatti hallgatózás jelenete. Ettől kezdve Tartuffel Orgon egész családja áll szemben, kivéve Orgon anyját, Pernell asszony. A rendelkezésre álló eszközök. Tartuffe kezében van egyrészt Orgon írása arról, hogy a kitagadott Dami helyett ő az örököse és tulajdonosa a házi úr vagyonának. Másrészt az ő kezében van az Orgon kompromittáló, a király ellenes összeesküvésben részt vett baráttól származó politikai irat, ami ugye életveszélyes. Orgonék kezében viszont semmilyen eszköz nincs már. A drámai harc tulajdonképpen elveszett. Az expozíció azért is mesteri, mert éppen a komédia két főhőse, Orgon és Tartuffe nem szerepel az első jelenetben, mégis hiányukban is jelen vannak, hiszen mindenki róluk beszél. Kapcsolatuk a veszekedés témája. A Tartuffehöz való viszony a vízválasztó a családban. Orgon kis, Tartuffe hatalmas, feszültségfokozó késletetés után lép színre. Az előbbi, az első felvonás negyedik, az utóbbi csak a harmadik felvonás második jelenetében. A címszereplő a komédia első két felvonásában tehát nincs jelen, így késői beléptetését hatalmas nézői kíváncsiság övezi. A bonyodalom, amely után a drámai tettváltás elindul, tehát az, hogy Orgon a lányát, Marianne, Tartuffehoz kívánja adni, hogy az álszentet ezzel végleg magához kösse. Valér és Marianne a Commedia dell'arte innamorati szerepeinek megfelelően cselekvésképtelenek, bugyután összevesznek, helyettük a harcot másoknak kell megvívnia, Orgonnal, illetve Tartuffel. Eleinte Cleanne, Elmira bátyja, a darab rezonőrje, vagyis értelmező, kevéssé cselekvő, gyakran az író szócsövének tekintett szereplője igyekszik Orgon a vakhit veszélyeiről, Tartuffe vallásosságának álszent voltáról meggyőzni. Később Dorin a komorna és Elmira küzd a szerelmesekért. Cleanne, mint említettem, a darab rezonőre, a megfontolt józanész segítségével próbálja Orgont kijózanítani. Ellentéte az indulatos Daminak. Dorin előbb jól felvágott nyelvével maga próbálja meg Orgont meggyőzni, majd ő veszi rá Elmirát a Tartuffe-nél való közbejárásra. Elmira, Orgon felesége előbb fellép a szerelmesek érdekében, majd elhatározza, hogy az elvakult Orgont tényekkel fogja meggyőzni, hogy Tartuffe ájtatossága ellenére valójában őt, Tartuffe feleségét a szeretőjévé akarja tenni. Cleanne, mint egy a racionalizmust. Elmira a tapasztalatot, az empirizmust fordítja a vakhit ellen. Tehát a részben elkezdődött, részben majd elkezdődő felvilágosodás két nagy ismeretelméleti irányzata jelenik meg valahogy a drámában. A darab komikus tetőpontja, szenzációs, híres részlete a negyedik felvonás 5. jelenete. Miután Orgon nem hiszi el, hogy Tartuffe megpróbálta elcsábítani a nejét Elmirát, sőt, a családfő kitagadja fiát Damit, mivel megvádolta az álszentet azzal, amit az valóban megtett, az asszony elhatározza, hogy férjét a tények, a tapasztalat erejével győzi meg. Elbújtatja az asztal alatt, hogy saját fülével hallja a heves udvarlást. Ne higgye el csak azt, amit a szeme lát. Tegyük fel, hogy maga jól elrejtőzik, aztán kettőnk jelenetét hallja és látja tisztán. Mondogatná-e, hogy Tartuffe kegyes, derék? A helyzet komikussága a végletekig fokozódik azáltal, hogy a Tartuffe-ben vakon megbízó Orgon nem hisz a fülének, és az utolsó pillanatig nem lép közbe, pedig Tartuffe a végsőkig, már-már az asztalon való szeretkezésig megy el. Elmira hiába köhincsél, Orgon nem bújik elő az asztal alól. Így szólt Tartuffe. Csak bízza rám magát ezen a kényes úton, töltse be vágyamat, s ne féljen, asszonyom. Én felelek ezért, s a bűnt elvállalom. Elmira hangosan köhög. Ön erősen köhög. Elmira, bizony, kínszenvedéshez. És mit szól, asszonyom, egy kis édes gyökérhez?
makacsülés, ilyet nem éreztem soha, s talán nincs is szer, ami most meggyógyítana. Elmira megint köhög és kopog az asztalon. Látom, engedni kell, ha kínos is nekem. Amit tőlem kíván, rendben van, megteszem. Orgon végre kijózanodik. Most neki kell nem sokára görbetükörbe néznie, amikor anyja, Pernell asszony, úgy nem hisz neki, ahogy korábban ő nem hitt senkinek, aki Tartüffőt bírálni merte. Előtte azonban súlyos hibát követel. Meggondolatlanul fordul szembe Tartüffel, akit azonban korábban örökösévé, háza tulajdonosává, veszélyes titka ismerőjévé tett. A darab tragikus tetőpontja az 5. felvonás 4.-7. jelenete. A 4. lojálisul érkezik, kilapoltatási parancsal, majd a 7. a rendőrhagynagy, akiről mindenki azt hiszi, hogy Orgont felségárulás vágyával letartóztatni jött. Ekkor következik a váratlan fordulat. A hadnagy a mindentudó jóságos király akaratát végrehajtva. Nem Orgont, hanem Tartüffőt tartóztatja le. A befejezés Deus ex machina jellegű, azaz nem következik szervesen az addigiakból, a szereplők cselekedeteiből. Az utókor számára furcsa ez a királyhűség. Sok előadás elhagyja, vagy ironikusan értelmezi a Molière drámák efféle szervetlen befejezését. Azonban az is elég keserű társadalomképre val, hogy Molière úgy érezte, a jó, az erkölcs, a szerelem saját erejéből nem tud győzedelmeskedni a zsugoriságon, a kapzsiságon, a vakbuzgóságon. A jó cselekedetek haszontalanok. Talán csak egy erős, királyi központi hatalom fékezheti a rossz emberi természet uralmát, illetve ellensúlyozhatja a társadalom felső beavatkozás nélkül igazságtalan működését. A komédia világképe ez esetben, tehát a Molière-i komédia világképe nagyon keserű, a happy end oda van vigyeztve. Egy, az emberi cselekvésben végül is nem bízó, keserű kép végére. A darabnak összetettebb, izgalmasabb értelmezése kerekedhet ki abból, ha a rendező megmutatja Tartüff személyiségében levő erőt, nagyságot is. Ha nem csupán a gazfickót, de a szenvedélyhősét is láttatja benne. Spiró György, Impostor című drámájának színész-rendező főhőse, Boguslavski így szól Kaczynszkihoz, a kollégájához. Talán rosszul olvastad el a darabot, fiam. Agyáskodva átfogja a vállát. Olvassuk el együtt a szöveget. A súgónőhöz irányítja. Egészen feltűnő, fiam, hogy ez a darab legköltőibb része. Lehetséges volna, hogy Molière véletlenül ajándékoz Tartüffnek ilyen szép monológot? A súgónő példánya fölé hajolva olvassa. Nézzen tükrébe, és akkor rögtön megérti, magyarázóla. Nincs a színen tükör, fiam. Itt a tükör, Tartüff szeme. Nagyon szép szituáció. Tovább olvas. Boguslavski állításának alapjai az ilyen sorok a drámában. Szerelmünk, amely az örök szépségre gerjed, nem tiltja a múló széphez vonzó szerelmet. Érzékeinket is könnyen ragadja meg az Isten műve, a tökéletes remek. A legszebb nőkben is az ég vízfénye csábít, de önben tárja fel legtitkosabb csodáit, és arcára olyan szépségeket vetített, mely elbűvöli a szemeket, szíveket. S ha önre néztem, a halandó földi bájban a természet örök teremtőjét csodáltam. Boguslavski meggondolandó értelmezése szerint a Tartüffben a címszereplő az egyetlen izgalmas, szenvedélyes, rendkívüli alak. Figyelmünket csak ő érdemli meg, a többiek korlátoltak, kisszerűek. Ebből a nézőpontból a darab egészen izgalmasan értelmezhető át. A Tartüffnek persze a nagyformátumú és szenvedélyes főhős felőli átértelmezés nélkül is koronként izgalmas és aktuális előadásai jönnek létre. Különösen alkalmas erre minden olyan korszak, amelyben az önzés és a hatalomvágy nagy szavak, vallásos frázisok köpönyegébe öltözik, amikor a mémelt hit, a szenteszmék e világi előnyök elérésére használhatnak.